Sziasztok, én Magyarosi Csaba vagyok, és ez itt a Kunda második adása. Vagyis tulajdonképpen az első, mert az igazi elsőnek még nem volt neve, csak visszamenőleg neveztem le, így, hogy ne csak úgy lógjon a levegőben. És persze indítunk is rögtön egy játékot, aki elsőként írja meg kommentben, hogy honnan jött ez a teljesen hülye név. Kunda! Az egész éves Kunda előfizetés kap meg extraktoros pólót. Kis összegzés. Az utolsó Kunda óta ugye összeért az 50000 ezer feliratkozó, és sőt, lassan már megvan a 60 ezer is. 100 nél megmutatom a csajarcát, esküszöm. Volt egy közel 600 ezeres nézettségű videó, és lefutott a teljes extraktor évad a Discovery channel egy rakás, toplistás epizóddal. Na, és akkor térjünk rá a kunda lényegére, kezdjünk el megválaszolni kérdéseket és válaszokat. Kezdjünk el megválaszolni kérdéseket. Koszó Dominik írja, Extractor is the best TV műsor ever. Köszi! Jan Norbi 669 kérdezi, szia, milyen mikrofonod van? Hát ez egy ilyen, mi is a neve? Smart Love. Smart Love még hozzá a Róttól. Egy ilyen nagyon aranyos kis tipi mikrofon, azért jó, mert rá lehet aggatni egy iPhone-ra. Ez a szegény régi ötösöm, ami gyakorlatilag most már csak ilyen diktafon funkciókat lát el. Itt lehet is látni, hogy veszi fel a hangomat. Miközben beszélek, ott rajzolódik ki a hangsáv. És azért jó ez a mikrofon, mert viszonylag normális hangot képes produkálni 20 ezer forintért. És egyébként Rode mikrofon van a kamerákon is, ezek puska mikrofonok, szeretjük ezt a márkát. Hozman Gergő kérdezi, hogy hogyan jutottam be a Discovery Channel-re. Hát ez nagyon vicces, írtam nekik egy levelet. Tényleg, ezt majd egyszer elmesélem részletesebben, hogyha van rá igény, de valójában annyi volt, hogy elküldtük nekik azt a kérdést, hogy nincs-e kedvük megvásárolni az Attraktort, mert akkor még így hívták a sorozatot. Megkérdezték, hogy mi ez az Attraktor egyáltalán, küldjünk már nekik valami pilot epizódot, küldtünk, és visszajöttek, hogy de oké, menjen. Agárdi Péter kérdezi, hogy Csaba, te mivel vágsz? Ugyanaz a Discovery-ben kerülő dolgok... Ugyanaz a... Mint ami a YouTube-ra megy, már mint YouTube-ra, blog.net, Igen, szóval jó, gondolom az a kérdés, hogy mivel vágok, és hogy ugyanaz vágok -e a vágok-e a Discovery-re, mint a YouTube-ra. Igen, ez a Final Cut 10-es, az Apple-nek a saját vágóprogramja, amit egyrészt imádok, mert nagyon egyszerű, nagyon könnyen kezelhető. hogyha most akartok megtanulni profi módon vágni, akkor ezt a programot érdemes elsajátítani, bár rajtatok kívül nem fogtok senkit találni, aki ebben vágna. A az, hogy nekem naponta ilyen négyszer-ötször összeomlik. Még szerencsé, hogy van benne autószép, szóval nagyjából tudom folytatni a munkát, ahol éppen abba hagytam, de ilyenkor ugye kapok egy kis amiben tudok üzenni az Apple mérnökeinek, hogy adjak valami leírás a problémáról. Hát ebben vastagon szoktam kurva anyázni, egy ilyen kis saját privát levelezést folytatok az apple a fejlesztőivel, szerintem már nagyon várják, hogy mit küldök nekik ma vagy holnap. Kis Zoltán, bozsa, te azért beszélsz ilyen természetesen hadarva, mert egy trendi, kettő PR fogás, három be dolgozva, szerinted poénos, mind a négy egyszerre. Szecső videó kérdezi, vagyis mondja, hogy nekem az extraktor a kedvenc műsorom, yeah! Egészen pontosan az egyetlen, amiért hajlandó vagyok bekapcsolni a tévét. Köszi! Viszont te szoktál televíziózni? És ha igen, neked mik a kedvenc műsoraid? Hát, ritkán. Az az igazság, hogy kopok ki belőle. De nem azért, mert hát, nem is tudom, hogy miért. Szóval igazából inkább olvasni szoktam. Nagyon ritkán kerülök tévé elé. De akkor mindig az extraktort nézem! Szabados Bárint kérdezi, hogy amikor az extraktor műsorban helyszínt vagy valami járművet választunk, akkor Dávid, a kitől kérünk rá engedélyt. Hát mindig attól, aki a jármű, ugye Bárintot az érdekli például, hogy a Bradleyhez hogyan szerezünk forgatási engedélyt, hát úgy, hogy felhívtam az amerikai hadsereget, hogy hello, szeretnénk forgatni a Bradleyről, jöhetünk? Ők meg azt mondták, hogy hello, gyertek! Hm. Pofon egyszerű volt, csodálatos. Alan X kiszúrta, hogy időközben visszamenőleg átneveztem az első kérdések és válaszok videót Kundának, és rákérdez arra, hogy biztosan ezt a nevet akarom-e adni ennek a sorozatnak, miután kiderült, hogy ugye ennek van egy másodlagos értelme is. Hát, most már ez lesz a neve. Kulitz Darko írja, hogy kurva! Anyád! Andrés 654 kérdezi, hogy visszajelölöm-e Facebookon, illetve ezzel összefüggésben rá Saba kérdezi, hogy miért van két profilom, az egyik egy magán, a másik egy közszereplő. Meg még jön ide kérdés, igen, milyen előadó vagy, hogy emlékszel vissza a DTK-sora? Azért szerepetében, mert jobban vagy DTK-val, vagy mások miatt. Oké, okay. szóval vegyük ketté ezeket a kérdéseket, hogy miért kit jelölök vissza. Az igazság, hogy a személyes profilon én nem jelölök senkit se vissza, aki nem igazi személyes barátom, azért, mert az, tehát így meg van őrizve a kis személyes teremre. De azt is tudni kell, hogy igazából szinte semmilyen kommunikációt nem folytatok. Szóval a személyes profilom az a legunalmasabb profil az egész világon, ne is akarjatok ott visszajelést, mert igazából nem mentek vele semmire és az akciódús, életvidám, szórakoztató tartalomgyártás az a publikus profilom van. Szóval, ha érdekelt titeket az, hogy én mit is csinálok valójában, akkor oda iratkozzatok fel, azt lájkoljátok, azt kövessétek, és ne a személyes profilt. És akkor a kérdés az, hogy ugye a DTK szóba hogyan kerültem be, hát úgyhogy megkérdezzék, hogy nem lenne kedvem szerepelni vele. Benne én akkoriban még nem ismertem Krisztát, aki egyébként egy szuper jó fej, és nagyon, -nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Ugye gyakorlatilag az a műsor volt az első TV szereplésem, és ezzel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy én szerintem 40-50 webes videót leforgattam már addigra, amikor először kerültem be a tévébe, egy nagy produkcióba, és amikor ott álltam a díszletek között, és tizenvalány kamera vett, meg volt közönség, meg égtek a fények, és én előtte azt hittem, hogy erre már fel vagyok készülve nagyon-nagyon sok forgatás után, szóval hogy nem tudom, hogy mikor voltam utoljára annyira beszarva, mint azon a felvételen, de szerintem bőven látszott is az első adásból. De jó munka volt, meg sok, -sok tanulsággal is járt. Moonblaze, kéri, hogy egyszer kapcsold már be a gépet mögötted. Tedám! Tibula Péter, milyen kamerával van felvéve a műsor? Ugye nem az RX100 M2-vel, mert ahhoz brutál jól néz ki. Na, ezzel kapcsolatban ugye két válasz rendszeresen kérdezitek, hogy milyen kamerával forgatom ezeket az adásokat. Például, hát igen, a Sony Eric 100 már kettessel, és azért ilyen jó a képe szerintem, mert 50 kockával veszem fel másodpercenként, amitől ilyen nagyon élesnek tűnik az egész. És ezt a kamerát bizony, bizony tudtuk használni az extraktoros forgatásokon is, de csak amolyan segédkameraként a fő kamera az Robi kezében volt, Kovács Robi operatőrünk kezében, ami egy a 72 ez is Sony gyártmány. Kiváló kamera, nagyon szerettük. Benedek Ádám írja, hogy Csabi az 50 ezeres feliratkozó az valami hihetetlen, olyan, mint a tegnap lett volna a 20 ezer feliratkozós Jó! Fophul kérdezi, szia, 180-190 körül szeretnék készüléket vásárolni, szerinted iPhone 6 64 GB, vagy iPhone 6 es 16 GB? Hát, nehéz kérdés, én egyiket se választanám. Szóval 16 gb tal megvenni egy telefont azért az nagyon-nagyon merész mostanában, mert nem igazán fogod tudni kihasználni. Az iPhone 6, meg azért nem annyira vidám dolog manapság, akkor én inkább vennék egy iPhone s szerintem nagy háttértárral, igen. Tiringer Eszter írja, imádom, én is! Balla Laci asszonyja, hogy Csaba, bár mindent elmondtál, de a munkádat a sajnos nem, mit is dolgozol? És Kisbence is kérdezi, hogy YouTube-os videózásból van valami bevétel, vagy csak azért csinálod, mert szereted és ezzel népszerűsíted magad. Mi az alapbevételi forrásod? Ez nagyon sok mindenkit érdekel, hogy miből is élek. Én. Na szóval, hosszú éveken keresztül újságíró voltam, és mellette elindítottam a blogjaimat, az Apple blogot, meg az Egy Nap a Városban blogot. A, alapvetően hobbiból szó, szóval ezek éveken keresztül nyilvánvalóan nem hoztak pénzt, sőt, amikor elkezdtük ezeket a munkákat Szűcs Ádám barátommal, akkor fel sem merült bennünk, hogy egy nap majd ezekből meg fogunk élni. Na aztán szóval nyilván, ahogy egyre nagyobbak lettek ezek a blogok, úgy megjelentek a hirdetések is rajtuk, és ma már e, elég jól tele vannak különböző reklámokkal, sőt, az Egy Nap a Városban blogból kinőtt néhány szolgáltatás is, Például csináltunk egy csapat építő céget, megcsináltunk egy ilyen ingatlan fejlesztőink belső céget, ahol kilenc kiváló belső és egy építész szervező segítségével alakítjuk át a lakását annak, aki meg akar minket keresni. Szóval, hogy ez az alap, aztán erre jönnek rá még különböző munkák, például ezek a YouTube-os videók is, amik alapvetően azért olyan hű, de nagyon nagy bevételt nem hoznak, szóval ezeket nem azért kezdtem el csinálni, mert ebből meg lehet élni, de mondjuk mit tudom én, egy zacsi szotyira már majdnem az elejétől kezdve alkalmasak voltak, mert mintha ennyit összegyűjtsek belőlük egy hónap alatt. Nyilván, hogy az embernek a nézettsége nő, úgy egyre inkább több a bevétele is belőle, de azt gondolom, hogy a YouTube alapból azért nem egy hihetetlen aranybánya, szóval, hogy nem arról szól, hogy ebből milliókat húzol ki havonta. Persze a legnagyobb magyar YouTuberek azok azért egy havi fizetés már biztosan képesek ezzel megkeresni, de hát bele is saktak annyi munkát a saját csatornáikba, hogy ezt meg is érdemlik. Én azért még nem tartok ott, csak lépdelek felfelé ezen a ranglétrán. És persze vannak egyéb projektek is, ott van például az Extractor, a Discovery Channel, amivel nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, és mégis csak egy tévéműsor volt. És hát vannak különböző szponzorált videók, ahol valamilyen partnerek közösen készül el az anyag. Itt nem a YouTube-tól jön a pénz, hanem attól a partnertől, akivel közösen dolgozom. Ugye ott van például a Netizé, az egy ilyen sorozat, meg a nyaralós videó is egy ilyen sorozat, szóval hát nagyjából ebből. Azért, mert kb. 27 különböző helyről keresek pénzt, és ez így együtt már alkalmas lehet arra, hogy például ilyen videókat készítsek nektek kettelésből, akkor is, hogyha ebből egy darab forintom se lesz vagy legalábbis nem számolok bele, hogy lesz belőle bármi. Holosi Kúnó kérdi, hogy vagy? Jól, és te? Erős Adrián kérdezi, hogy mi a véleményem a magyar oktatási rendszerről. Nagyon régen voltam benne, már mint úgy értem, hogy az egyetem azért már egy tovatűnő emlék, és akkor még alapvetően más volt az oktatási rendszer, mint manapság. Úgyhogy én nem akarok azért ebben olyan nagyon-nagyon karakteres véleményt alkotni, de annyit azért elmondhatok, hogy a saját élményeim és azok alapján, amiket mostanában hallok a gimnáziumokból, szerintem nagyon, -nagyon nagyon gyenge a gyakorlati oktatás, vagy legalábbis lenne még mit tenni, miközben nagyon sok olyan elméleti tudást halmozunk fel, ami ebben a formában nem feltétlenül lesz a hasznunkra az életünk során. Szóval, most annélkül, hogy bármilyen tantárgyat kiemelnék, eleve az a baj, hogy nagyon elfogult vagyok, szóval én a humántantárgyakat kedvelem elsősorban nagyon-nagyon, miközben pontosan tudom, hogy mindaz a jó technológiai eredmény, ami körbevesz minket, az nem lenne meg a reál tantárgyak nélkül, szóval ezért mondom, hogy ezt nem is mennék bele egy ilyen harcba, hogy mit kell inkább tanulni, kémiát vagy irodalmat, mert nyilvánvalóan alapvetően mindegyik tudásra szükség van, de azt gondolom, hogy miközben egy rakás egyenletet megtanulunk az iskolákban, ami persze tök fontos, fogalmuk sincs arról, hogyha keresünk valami pénzt, az hogyan fektessük be, vagy mit csináljunk vele, vagy hogyan működik a politikai rendszer a világ különböző részein, hogyan tudunk hasznos, boldog életet élni. Szóval ezeket a tudásokat is át kéne valamilyen módon adni a közoktatásban, és ez, mintha nagyon hiányozna a rendszerből. Meg ami leginkább hiányzik belőle, az a közös munkára való igény felébresztése, hogy hogyan tud egy társadalom összefogni és egymás segítve egyre hatékonyabbá válni. Valahogy ez nagyon hiányzik Magyarországról, pedig hogyha ezt elsajátítanánk, akkor azt gondolom, hogy boldogabb és szerencsésebb ország lehetnénk. Császár Norbert kérdezi, miért pont Apple termékekkel foglalkozol. Ezt majd egyszer hosszasabban kifejtem, hogy hogyan találtam rá ennek a gyártónak a termékeire, de azt tudni kell, hogy alapvetően az Apple blog már megvan, nem is tudom, 8 éve körülbelül, és erre a blogra kezdtem eredetileg a videókat gyártani. Úgyhogy gyakorlatilag az összes videó, amit most láttok, azok az Apple videókból nőttek ki, úgyhogy innentől kezdetelen nem is igényel magyarázatot az, hogy miért elsősorban ennek a gyártónak a termékeivel foglalkozom. Ez alapvetően egy Apple blogos videócsatornának indult, aztán most már van benne ezer dolog, de ettől függetlenül továbbra is az Apple blogot írom, Apple termékekkel veszem körül magam, mert ezeket szeretem. Nyilván lehet ezernyi más terméket is használni, de nekem ezek jöttek be, úgyhogy maradok is náluk, és valószínűleg azért a terméktestek nagy része az ebből az univerzumból fog kikerülni. én Godó kérdezi, hogy meg vagyok -e az eréged... 100-as kamerámmal, tervezek egy DSLR kamerát venni, és megéri -e úgy költeni videózásra, hogy közben nem hozza vissza a pénzt. Csak úgy lehet már, mint hogy az elején biztos, hogy be kell raknod valamennyi pénzt, úgyhogy ez egy forintot sem hoz. Aztán, ha elég szerencsés, hogy meg elég sokat dolgozták, akkor lehet, hogy előbb-utóbb is belőle valamit. És én egyébként imádom ezt a kamerát, bár megvenném belőle a negyedik generációt, csak abbra nem lehet puska mikrofont rakni, ami egy óriási hátrány, ezért nem bővítettem még. És én nem szeretnék DSLR gépet venni, mert ennek a mérete annyira megfelel, hogy be tudom csúsztatni a zsebembe, és kényelmesen tudom bármikor használni. De de Robby az extraktor operatőre próbál rávenni arra, hogy ha lesz új évad, akkor ahhoz mindenképpen vegyek egy DSLR-t, második kamerának, meglátjuk. Kuri Kuli Szabolcs kérdezi azt, amit egyébként rengetegen megkérdeznek, hogy melyik megbukott érdemes megvenni az ert, vagy a retinás megbukott, vagy a megbukprót nagy dilemmával vagyok, hú, hát erre nem lehet így válaszolni, ezt higgyétek el, hogy így nem lehet. A kicsi megbuk nekem nagy kedvencem, csak egyelőre elég gyengécske, hogyha jön bele új processzor, akkor lehet, hogy éppen elég erős lesz már ahhoz, hogy megvegyem. Én nagyon szemezek ezzel a még meg nem jelent termékkel. A megbuker nagyon tetszik nekem, ott tök rendben van az árértékarány, meg a teljesítmény is, csak hát a kijelző már nem annyira korszerű, igazából az a gép egyetlen gyenge pontja. Valószínűleg nem kezdi el fejleszteni az Apple, mert akkor mit csinálna a kis megbukkal, és ott van a MacBook pro, ami persze a legerősebb az összes gép közül, de szerintem annyira nem erős, amennyire a pro név ezt tenni, de hogyha valakinek kell egy viszonylag nagy teljesítmény retinás kijelzővel, akkor annak meg csak a pro marad, úgyhogy itt egyéni preferenciák döntenek minden egyes esetben. Najman Bálint kérdezi, hogy lesz-e vala a Samsung mobil teszt? Lesz. És kis Mária Zsuzsanna, vagy, vagy Mária, vagy Zsuzsi? Kérdi, hogy hol szoktam csinálni a felvételeket és hogy néz ki a szoba. Hát úgy szoktam, hogy beülök a szobám közepébe, és az, hogy hogy néz ki a szoba, annak az egyik felét, ugye azt láthatjátok, hiszen itt van mögöttem az az egyik fele, és van ennek egy másik fele, amit most megmutatok nektek úgy, hogy elindítom a felvételt. Tessék, ott az az én kis kamerám, az az, amiben nézek folyamatosan bele. Azok vagytok ti nekem ilyenkor, amikor nem láthatlak titeket, ugye? És hát gyakorlatilag itt a szoba többi része, az nagyjából így néz ki. Itt van egy kis kanapé, meg festmény, meg ilyesmi. És a függönyök meg el van a húzva, hogy minél több fény jöjjön be az arcomra, mert azért nem vagyok még annyira profi, hogy legyenek mindenféle mesterséges fények. Pedig nyilvánvalóan ebbe az irányba kéne elindulni, de addig is, ameddig nincsen, addig ott van a fény kintről. Természetes fény a legjobb. László Szonya kérdezi, hogy megsimogatnék egy élő unicornist, ha szivárványos és puha lenne, és megetetnéme eperillatú szeretettel. Régi vágyam már ez, köszönöm, hogy rákérdeztél. Amint módonban áll, meg fogom etetni az unikornist, eperillatú szeretettel. Zombori Gábor érdekes kérdést tett fel, hogy az élet utamat meséljem el, neki milyen volt a gyerekkorom, mit tanultam, hova jártam egyetemre, mivel foglalkoztam ezelőtt, milyen kütyüjeim voltak a 80-as, 90-es években, honnan ismerem Ádámot, blablabla, bla, 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 nagyjából ennyi. És hogy, ah, szóval... Hát, hogyha van rá igény, nem tudom, van rá igény? Akarjátok, hogy legyen egy ilyen epizód? Mert akkor elkezdek mesélni az életemről. Na viszont nem, akkor nem mondatnék vele senkit. Úgyhogy ez most egy kérdés. Van -e rá igény, hogy meséljek az életemről? Sesták Lórán kérdezi, hogy lesz a -e következő találkozó nézőime, mert az előző jó volt, a másik pedig, hogy mikor honnan jött az ötlet, hogy a videóimat feltöltsem a Youtube-ra, és gondoltam-e volna, hogy ilyen nézet leszek? Nem! Egyáltalán nem. Szóval ez engem is, már mint hogy de tervezek következő találkozót a nézőkkel, mert az előző tényleg nagyon jól sültem el, mármint, hogy én baromi jól éreztem magam, remélem, hogy ti is. És soha nem gondoltam voltam, volna, hogy ilyen nézettek lesznek ezek a videók. a videók. Ahogy mondtam is, már alapvetően ezek az Apple blogos tevékenység kiegészítői voltak egy időben, és a nézettség nagy része az az Apple blogról jött, és tökéletes volt látni, hogy ez az egész megfordul, és egy idő után már sokkal, sokkal, sokkal többen néztek YouTube-on, mint amennyien a blogon vagy az index a blogra érkező emberek közül. Úgyhogy, de nagyon élvezem az, az igazság szerintem látszik is, azért készül egy videó, majd szóljatok, ha már kezdtek unni. Fazekas Tamás kérdezi, hol lakok? Új város! Takács Barnabás kérdezi, hogy -e 2016-ban 4-est használni iPhone 4 -t. hogy a fenébe lenne cikki, de is az? Szereted, akkor használd. Ha valaki cikiz ezzel, akkor meg küld el a francba, mert az meg egy idióta. Orbán Tibor kérdezi, hogy üdv a Csaba, az az ajtó micét szolgál a háttérben. Hát az, meg az arra való, hogy ki meg bemegyünk rajta, az meg a, egy hosszú történet, de egy liftről lett leszerelve és majd egy nap lehet, hogy lesz vele valami, megmutatom nektek, hogyha elkészült. Szecsődi Zsigmond kérdezi, hogy érdeken a véleményt hozzásod a szkepticizmusról hoz, ezt ha, hamarosan diplomázó fizikusként kérdezem, mert enyhén szóval zavar ez a mennyiségű kőbunkó, aki a tudományos érdekesség, a tudományosság érdekében gyalázza és tipolja a természeti tudományokat, minden a fizikát, és érdekel, hogy ezzel a jelenséggel csak én találkozom-e, illetve csak én veszem ezt rossz néven előre is köszönöm. Hát, izgalmas terület, most ebből azért, hogy nagyon-nagyon nem mennék bele, meg azt gondolom, hogy rajtad sokkal inkább csattan ez az ostor, ugye diplomázó fizikusként, míg engem mondjuk kevéssé találnak meg az ilyen jellegű vélemények, mert nem érzik úgy, hogy mindenféleképpen felém kell ezeket közvetíteni, meg hál' elég normális emberre vagyok körülvéve hogy nagyjából senki se kérdőjelezze meg a környezetemben a tudományos eredményeket. Annyit minden esetre elmondhatok, hogy nyilván van egy csomó vitás kérdés az ember életében, hogy mi az igazán fontos, mi az, amiért érdemes küzdenünk, mik az elsődleges elvek, amikkel, kell, hogy irányítsák az életünket, van-e Isten, vagy nincsen Isten. Szóval ezek olyan kérdések, amikről kell vitatkoznunk, arról meg nem kell vitatkoznunk, hogy mondjuk egy vakcina az hatásos-e, az fontos-e, jobbá tette az életünket, miközben mondjuk a statisztikák tökéletesen bizonyítják, hogy mielőtt különböző betegségek ellen kifejlesztettük volna a vakcinákat, mindenféle rühes betegségben kimúltunk, most meg hosszan élünk viszonylag jó körülmények között. Szóval amikor valaki elkezi azokat a két egységbe vonhatatlan tudományos eredményeket megkérdőjelezni, mindenféle nehezen megmagyarázható, ilyen hagymázas dologra hivatkozva, amik érdemben segítenek abban, hogy a társadalmunk az jobb legyen, az életünk az jobb legyen és hosszabb legyen, az mondjuk nálam is kiveri a biztosítékot. De ez egy hosszabb téma, aminek majd érdemes egyszer nekifeküdni. Kuttor Tamás kérdezi, van-e rajtam gatya? Van! Tessék! Most épp legalábbis. Na hát nagyjából ennyi a kunda már. Azt elmondhatom, hogy gőzerővel haladunk bele a nyárba, és egy rakás izgalmas újdonság várható. Ugye nyilván megy tovább a Netizéi, meg lesz Apple blog is, de ezen kívül újraindulnak a nyaralós videók, amiket én borzasztóan várok, mert egyrészt mert barom jó ezeket felvenni, másrészt meg nagyon szeretem készíteni ezeket nektek. Úgyhogy májusban én is kezdünk utazgatni, és onnantól kezdve gyakorlatilag az év végéig folyamatos utazásokkal fognak telni a hónapok. Valakinek ezt a mellót is meg kell csinálnia. Ugye nyilván azért sokat leszünk itt, is, hiszen van dolgunk bőven, de az a lényeg, hogy sokat fogunk mindenféle izgalmas helyekre járkálni, és ezekből szuper videókat fogunk készíteni nektek, plusz indul egy új sorozat is, amiről egyelőre még nem sokat mondhatok el, de havonta egyszer lesz egy olyan epizód, amit most még elképzelni sem tudtok. Mármint, hogy nem találhatok ki, hogy miről fog indulni egy új sorozat. De tök jó lesz. Én nagyon-nagyon várom. Nagy meló, csomó kérdést felvet, de borzasztó izgalmasnak tűnik, úgyhogy nagyon várom, hogy elindítsuk ezt a csatornát is. Vagyis, hogy ezen a csatornán fog elindulni ez az új sorozat, de majd meglátjátok. Mindenesetre a következő hetekben, ameddig el nem indulnak a külföldi forgatások, meg ameddig a forgatások tartanak, még kifutnak az extraktorok. Ugye egy csomó epizódnak nem adtuk le még az online verzióját, például a két utolsónak sem a repülőgépesről, az óriás gépesről. Úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemes megnézni itt nálunk, ha esetleg lemaradtál volna róla a tévében. És szerintem iratkozzatok fel a Facebookomra, meg az Instagramomra is, ezeknek a linkét megtaláljátok ott lent, hogyha mindenképpen nézni akarjátok, ahogy guztustalan burzsú módon valami tengerparton henyével zabálom az óriásságokat. Csak értetek, hogy forgathassam nektek a legújabb epizódokat. És a természetes iratkozatok fel a csatornára is, hogy meglegyen a 60 80 90 -100 000 feliratkozó. Sziasztok!